Szamba ős hazájába kalauzol el minket az utazási magazinok királynője, Kandász Andrea. Kandi és férje elutaztak Brazíliába, ahol az Amazonas mentén bejárhatták az esőerdőt, majd eljutottak Rióba, ahol Andinak egy gyermekkori álma vált valóra, részt vehetett a riói karneválon, de nem is akármiért volt ez igazi nagy álom. Imádok táncolni, tehát itthon is táncot is tanultam, szeretek nagyon, meghalom a ritmust, és már beindul a vérem. És a férjem is, és én is nagyon vágytunk mindig Manausba is, ami az Amazonas környéke, és nekünk ez egy ilyen rendkívül bakancslistás hely volt, amikor a Kandász Travelt forgattuk, és biztosak voltunk benne, hogy a riói karneválra nem fogunk tudni bejutni. Majd kívülről forgatunk a tömeget, ugye ilyenkor Rióban az egész város táncol. Kedden kezdődött a karnevál, ha jól emlékszem, és hétfőn délután érkeztünk, és kimentünk a Copacabanára, és egyszer csak ott volt egy férfi, kezében egy ilyen mappával, és mutogatta nekünk a másnapi karneváli bemutatóra a jegyeket, és mondtuk, hogy aha, tehát ilyen 15 ezer forintnak megfelelő ár volt kettőnknek a jegyér, és akkor mutatott egy olyan szektort, ami egy tulajdonképpen egy VIP szektor volt. Na most én már biztos tudtam korábban is, hogy ez ilyen 100 és 300 ezer forint között mozgó jegyárak vannak, úgyhogy csak így röhögtünk, de gondoltuk, hogy egyszer élünk, megpróbáljuk. Hát, ha mégis. És oda mentünk, és képzeld, simán bementünk vele, leültünk a VIP szektorba, jöttek a kocsik, zseniális élmény. Azt fedeztem föl, hogy így integetnek a kocsiról, így nekem. És mondta a Ferinek, hát szóval, na hát azért értem én, hogy Magyarországon azért sokan felismernek, de hát azért mégiscsak a brazilok nekem. És akkor egy hatalmas üdvrivalgás, és hátranézek, és mögöttünk ült az egész brazil válogatott konkrétan, úgyhogy tulajdonképpen a Ronaldónak és a Ronaldinho-nak integettek a csajok a kocsiról. Az utazáshoz nagyon kell szerencse, és nagyon kell, hogy nyitott szemmel járj, mert hogyha akkor nem hiszük el, hogy hát, egyszer élünk, biztos lopta azt a jegyet, vagy én nem tudom. Lehet, hogy másolt jegy volt, de még nem volt jó a technika. Szóval ez egy életre az embernek élmény marad. Rio fantasztikus. Tehát én nagyon-nagyon nagy élmény volt. És ennek az ellentétje pedig az, hogy elmentetek az esőerdőbe, de oda hogyan lehet eljutni, mit tanácsolsz nekünk, nézőknek? Egyszerű? Nem. Eljutni már igen, inkább hát fölülsz egy repülőre, és akkor Manausnak hívják az Amazonas központját, ahol leszáll a repülő, tehát Rióban megvásárolsz egy jegyet, és elmész Manausba, ez így működik. De onnan az Amazonason vannak a kis szigetek, tehát hogy Manaus az egy nagy város, ott nem tudsz csinálni semmit. Én azt csináltam, és mindig így dolgozunk egyébként, hogy keresek helyieket. Interneten kerestem, kutakodtam napokig, és találtam egy Eddie nevű nagyon helyes indián fiút, aki az őserdőből az első generáció volt, aki kijött az őserdőből, és ő volt az első a saját törzséből, aki egyetemet végzett, úgyhogy három nyelven beszélt. Macsétával tanultunk vágni, olyan kis szigetekre vitt el bennünket a törzsekhez, ahova egyébként bejuthatsz így általa, mint turista, de nincsenek turista utak ilyen helyekre. Életünk egy tényleg legnagyobb vágya volt oda eljutni az Amazonashoz, és kiszámoltuk, hogy 18 óra volt összesen. Tehát egy nap se, még a nap se fordult körbe, és már Budapesttől ott voltál Manausban, és ott voltál az Amazonasnál. Tehát, hogy így éjszaka mentünk krokodil megfigyelésre, nem bántunk senkit, tehát ők azért nagyon-nagyon vigyáznak a természetre. Az egy más kérdés, hogy nyilván egy csomó olyan dolgot láttunk, és ez nagyon-nagyon fájó volt, hogy az esőerdőnek egy nagy része, amiről nagyon sokat hallani is, fehér homok van a helyén, mert hogy annyira kipusztították. Én például ott lettem nagyon erősen környezetvédő, meg környezettudatos, amikor ott voltunk évekkel ezelőtt. Így, hogy már beutaztad szinte az egész világot, vannak még olyan helyek, olyan vágyak, mondjuk egy sarkkörtúra, ahova még nagyon elmennél, hogy van klasszikus bakancslistád? Nekünk két nagy térképünk van az irodánkban. Az egyik térképen azok a helyek vannak, ahol már jártunk, ahol közösen, meg ahol külön-külön, és a másik térképe pedig
ugye az, ami még fehér folt. Hát meg kell, hogy mondjam neked, hogy így, hogy gyakorlatilag 20 éve, és anyuékkal is már nagyon sokat utaztam, utazunk, így is sok több a vakfolt, vagy a fehér folt, mint amit már bejártunk. Például a Kilimandzsáróra nagyon-nagyon-nagyon régóta vágyom. Nagyon vágyunk spirituális utazásra, tehát olyan, hogy elindulunk valahonnan, és akkor körbejárunk mondjuk egy kontinenst, és az egy ilyen spirituális helyeken. Tehát ahol van valamiféle, mondjuk mint Mexikóban a maják földje, ami szintén egy óriási élmény volt, az már megvolt, de hogy ilyen helyeket kutatunk elsősorban. Kambodzsában Angkor, az egy ilyen közös vágy, és szerintem az lesz a következő, mihet lehet utazni.